Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kíra, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Riegler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Na hát, milyen gyönyörű virágok. A tiéd? Komolyan. Nagyon köszönöm, Ali. Milyen jó illatuk van. Vízbe teszem őket, aztán bevisszük a szobánkba, jó? Segítek. Beviszem én. Ugye mennyire szépek? Igen, nagyon. Mi ez? Milyen édes illat? Lehet, hogy Jamal vett nekem virágot? De hogy ez lehetetlen, nem az a típus. De mi van, ha a baba rajta is változtatott talán? Mennyibe kerülhetett ez a sok zöldség? Ez ajándék, ne kérdezd. Ah! Jamal! Drágám! Ezeket nekem vetted, szívem! Istenem, én egyetlen szerelmem! Én olyan boldog vagyok, Mávi! Szafie, ezek... Mi? Neked vettem, Szafie? Ó, szerelmem, Jamal! Most igazán bűntudatot érzek? Azt hittem, te sosem tennél ilyet. Látod ezt? Micsoda férjem van! Nagyon kedves, tényleg! A házat virágos kerté varázsolta nekem! Mavi? Ez kész van. Akkor beviszem őket a szobánkba. Ali? Pardon, kérlek, ezek az én virágaim. Mit keresnének ezek nálatok? Miket beszélsz? Ezt én vettem Mavinak. Jamal, ez tényleg igaz? Hát nem te vetted nekem? Ezt nem hiszem el. Jamal, tényleg ezt mondtad? Ali, egy terhes asszony. Szóval akkor hazudtál nekem, hm? Szép! Most nagyot csalódtam. Hallják? Hallják ezt a hangot? Milyen hangról beszélsz, kicsi? A megtört szívem hangját. Most apró darabokra tört. Hogy lehetsz ilyen figyelmetlen? Hát ez tényleg nem volt szép. És mégis mit csináljak most, Ali? Ez a te hibád. Ha ajándékozhatnék ott van, miért nem csinálod valahol máshol? Ha nem mindenki ilyen. Ha ilyeneket csinálsz, akkor rávilágítasz a hibáimra. Most meg miért engem hibáztatsz? Igaza van. Az elmúlt 20 év alatt mikor vettél neki virágot? Hát én sosem láttam. Nem! És amikor elmentünk megkérni a kezét? Hát azt is mi vettük. Hát ez tényleg nagyon romantikus. Na jól van. Na jó, csak várj. Majd meglátod, én ennél sokkal jobbat csinálok. És mégis hogy? Meglátod. Mindig is egy tuskó volt, az is marad. Hát nem pont erről álmodoztam. De nem érdekel. Ha meg lesz a papírunk, nekem lesz a világ legjobb esküvői partija. Hmm.
Hová készülsz, kicsim? Az osztálytársammal találkozom, anya. Jönnek a vizsgák. Átnézzük a teszteket. Nagyon jó ötlet. Én meg azt hittem, esküvőre mész. Olyan szépen ki vagy festve. Milyen esküvőre? Szerinted túl sok a sminkem? Igen. Úgy nézel ki így, kicsi, mint egy bohóc. És tudod, így nem engedlek ki téged az utcára. De tudod, semmi baj sincs ezzel, mert úgysem fogsz elmenni. Mi? Ja, be! Anya, mit csinálsz? Anya, mit csinálsz? Anya, megbolondultál! Igen, te bolondítottál meg, de elég volt. Mégis mit képzelsz te? Az engedélyem nélkül akarsz férjhez menni? Anya, nyisd ki az ajtót! Itt maradsz. És most szépen lerendezem Iszmet görecskit. Elég volt. Anya, anya! Nyisd ki az ajtót! Anya, engedj ki! Nyisd ki az ajtót! Engedj meg ki, anya! Aha, a mennyasszonyi ruha. Ki? Milyen ízléstelen ember. Szégyen. Vajon tetszik majd a meglepetésem, Iszmet görecski? Ötezer lira! De ezek két nap múlva elhervadnak! Uram, de a kérése sem hétköznapi. Egy teherautó rózsa. Kell sofőr. Ez így biztos, hogy nem jön ki olcsóbban. De mégis adhatna egy kis kedvezményt. Törzsvásárló leszek, fogok még vásárolni. Sajnálom, de ha ez túl drága, akkor vehet simán csak egy csokor virágot is. Ez nem lenne elég. Nekem ezen most az egész életem múlik. Hát akkor fizetnie kell. Á, Istenem. A margaréta olcsóbb lenne? Azzal mennyibe kerülne? A margaréta is megfelel? Azt olcsóbban ki tudnám hozni. Ne mondja. Eddig ezt nem is említette. Lehet margaréta is? Azzal mennyibe kerülne? Így 2000. Nem engedek. 2000? Jól van. Legyen akkor ez. Hozzanak egy teherautó margarétát. Most majd meglátják. Rendben, uram. Na. Jó lesz. Már ez a bolond Iszmet. Tényleg, felteszem a fátylat is. Jól meg fog lepődni. Mit csinál itt, asszonyom? Kenyeret akarok venni. Mégis mit képzel? Milyen hely ez itt? He? Házasságkötő. Én meg a menyasszony. Talán így már összeáll a kép. Maga szerint én mit csinálok itt? Igen, felfogtam. Esküvője lesz, de az első esküvőm a 3 órakor lesz. Addig itt szeretne várakozni. Mi? 3? Én úgy tudtam egykor. Biztos maga ebben? Persze, nézze meg kint a listát. Listát? Jó, hogyne, megyek. De hát azt mondták 1 óra. Itt van,
Háromkor van az első. Hadd nézzem csak én is. Pembevi Yılmaz és Ismet Görecski hol van? Lehet áttették az időpontot? Nincsenek itt a listán. Akkor ezek csúfot űznek belőlem. Ja, Ismet. Ne legyen a nevem Hasibe, ha most nem töröm össze a csontjaidat, ha... Véged! Ez meg mi volt? Hát, nem tudom. Ez az őrült asszony idejött mennyasszonyi ruhában. Azt mondta, egy órakor esküvője lesz, de szerintem valaki átverte. Ön Pembe Yılmaz. Nyilatkozzon, elfogadja a jelenlevő Ismet Görecski törvényes férjéül? Igen. Ön Ismet Görecski, nyilatkozzon, elfogadja a jelenlevő Pembe Yılmaz törvényes feleségéül? Nagyon is igen! És önök tanúskodnak mellettük? Igen. Igen. Írják alá. Város önkormányzata által rám ruházott hatalmamnál fogva kijelentem, hogy önök mától házastársak. Parancsoljanak! Sok boldogságot kívánok! Aj, köszönjük, köszönjük! Gratulálok önöknek! Köszönjük. Gratulálok. Köszönjük. Gratulálok. Hát erre innunk kell valamit. Köszönjük. Hozzanak nekünk kávét, vagy tehát? Azonnal. Ismet, tényleg házasok vagyunk? Igen. Házasok vagyunk. Házasok vagyunk. Anyám vajon mit csinált? Hát vajon mit? Beleesett a saját csapdájába. Szerencse, hogy észrevettem este. Lebukhattunk volna. Ismet, én olyan izgatott vagyok. Akkor tényleg összeházasodunk? Igen. Holnap pont egykor végre összeházasodunk. Felejtse mindent, amit mondtam neked. Mi? Akkor mégsem fogsz elvenni engem? Ha? Akkor átvertél, vagy mi? Nyugi! Persze, hogy elveszlek. Elveszlek. De valahol máshol. Nem értem, Ismet. Te meg miről beszélsz? Háziben néni hallgatózott. Ezért mondtam másik helyet és időpontot. Ismet! Te milyen ravasz vagy, átverted anyámat. Muszáj volt, drágám. Ha máshol fog minket keresni, mi csendben össze tudunk házasodni. Ha anyám megtudja, nagyon ki fog akadni. És mégis mit csinálna velünk? Jaj, drága feleségem. Ismet, a feleségednek hívtál? Igen. A feleségem vagy! Nézzék meg! Itt van róla a papír! A házassági anyakönyvi kivonat íme! Már senki nem választhat el minket! Így van. Pembe! Mi baj? Nem örülsz? Nagyon boldog vagyok, hogy összeházasodtunk. De nem ilyen esküvőről álmodtam. Megértem. Most biztos felfordulás lesz otthon. Csak legyen! Majd el fog múlni, és mind lenyugszanak. Aztán majd nyáron meg lesz az álomesküvőt. Megígérem, ne aggódj! Komolyan mondod? Hát persze, hogy komolyan. Nem hagyom, hogy csak ennyi jusson neked. Ismet!
Gyere! Gyere, tolass még! Gyere még, még, gyere! Aj, fú! Gyere még! Állj, 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 állj! Állj, itt pont jó lesz! Jamal, ez meg mi? Minek hívtál ki minket az esőbe? Igen, már vagy 10 perce itt ázunk kint. Jaj, görecskéjék, egy kis türelmet. Mindjárt láthatjátok életetek legromantikusabb eseményét. Drágám, te érted a romantikus szó jelentését? Mégis hogy jön a romantikához egy teherautó? Jamal, ezt most én sem értem. Elmondanád végre, mi van? Jól van, bírd már ki egy percig. Mindjárt meglátjátok. Egy perc. Barom, mire képes a felesége kedvéért? Én is tőled vagyok terhes, velem meg nem is törődsz. Jamal! Gyere ide! Gyere! Na most állj meg itt! És most mehet! Drága, Jamal! Szefie! Drága, milyen szerencsés asszony vagyok! Jaj, de szép! Bátyó, ez mi? Lali, vagy sokat kaptál, mi? Ez van, ha Jamal görecske oda teszi magát. Romantikázni akartál? Hoztam neked romantikát, virágban fürdetlek. A szerelmem! Te őrült bolond, te! Gemma, testvér! Ha nem fog fulladni! Olyan, mintha ráborult volna egy lavina. Mentsétek már ki gyorsan! Segítség! Látod, mit műveltél? Gyorsan! Jó, nem lesz semmi bajom. Gyorsan, gyorsan! Segítség! Mi történik itt? Jó ég! Safiét beteríti a Margaréta. Várjatok, mindjárt jövök, segítek! Itt van. Hol van? Már itt is vagyok. Anya, gyorsan! Jaj, gyorsan, segítek már! Semmi baj, semmi baj, Hasi Benyeri. Itt a lapát! Gyere! Gyere, Adi! Istenem! Jól érzed magad? Jamal Junior jól érzi magát? Átkozott! Ez a te romantikád? Neked elment az eszed? Hát majdnem belehalt. És nem csak róla van szó, hanem a gyerekedről is. Most komolyan, Jamal. Nem gondolod, hogy ez túlzás? Mi értelme volt ennek? Igaza van. Elég lett volna egy csokorral is. Egy csokorral? Igen. De hogy lett de volna Jamal, elég? Hogy ne lett volna elég egy csokor, hogyha te adod nekem? Gyerünk, gyerünk, gyorsan, vigyétek be! Meg kell fürdenie, aztán gyorsan pihenjen le. Ali, gyere, kérlek, vigyetek gyere, jól van, be! Jól van, gyere! De meg hagyjuk gyere, én! Gyere. Csak lassan! Na figyelj, Jamal, ezt takarítsd el innen, mire apád hazaér. Ha meglátja, nagyon ideges lesz. Ezt add ide. Te jó Isten! Ali az egyetlen épeszű görecske, a többi nem normális, mind bolond! Menj, menj az útból! Ki fogja ezt eltakarítani? Na szép. Megkaphatom a pénzt, uram? Hogyne, persze. Bár ezek nem sokat segítettek. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez nem annyi, uram. Hiányzik 100 lira. Én azt hittem, hogy annyi a kedvezmény. Nos, nem, uram. Még tartozik nekem. Ez most komoly? Igen, ez komoly. Ó, te jó ég. Tessék, de esküszöm magának, ez az utolsó fillérem. Tessék. Tessék, tegye. Nem kell, uram. Nincs már több pénzem, de nem baj. Tegye csak el, nyugodtan. Viszontlátásra. Jól van, viszontlátásra.
Milyen zsugori ember? Ekkora házban él, és átver 50 lírával. Igen, zsugori! Nem tudsz mit tenni! A gazdag emberek már csak ilyenek! Te is ebben a házban laksz? Nekem úgy tűnik, hogy igen. Te vagy a legkisebb lányuk? Igen. Így van. Háticsé! Drágám! Gyere, takaríts fel! Ő a cseléd a házunkban. Én meg a virágos vagyok. Azt észrevettem. És csak Margarétát árulsz? Nem. Én szállítom a virágokat. Elég jó a fizetésem. Hát, örülök neki. Hát, akkor további szép napot. Köszönöm szépen. Ó, milyen gyönyörű nő. A fenébe! Mégis kiengedhette ki ezt a lányt? Hát ez meg mi? Ki csinálta ide ezt a szemétdombot? Szemétdomb, de olyan romantikus. Te is csinálsz majd ilyet. Pembe! Te hogy jöttél ki a szekrényből? Észmet kiengedett. Ssss! Ez nem helyes, kis Pembe. Én nem Észmet vagyok. Én a férjed vagyok. Nem emlékszel rá, hogy elvettelek? Mi? Hazudsz! Én ezt nem hiszem el! Én megöllek titeket! Távozz! Sátán! Sátán! Távozz! Ez meg mi? Ez a bizonyíték! Elvettem a lányát, Hasibe néni. Most már hagyjon békén minket! Minket véd Ürgüpváros önkormányzata! Ez törvény! Hagyjon! Nem igaz! Ezt nem hiszem el! Anya! 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 Anyuka! Mi baja? Anya! 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 Hé! Anya! Anyukám! Anya! Pembe! Pembe, mi történt? Anya, kérj meg fel! Anyuka! Anyuka! Megtudta, hogy férjhez mentem. Mi? Te jó ég. Anyuka! 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 Anyukám! Anyuka! Anyukám, jól vagy? Térjen már magához. Na végre. Mi történt velem? Anyukám, jól vagy? Most már emlékszem. Ez a két büdös kölyök mondta, hogy titokban összeházasodott. Fátma! Igen? Hol van Hajdár? A szobájában. Ide hozzam? Ne. Hajdár már nem segít. Már aláírták a papírt. Az sem segít, ha megverem vagy megölöm őket. Ezt már el kell fogadnunk. Akkor hadd csokolja kezet, anyuka. Ne! Takarodj! Azt mondtam, el kell fogadnunk ezt a dolgot. De az sok időbe fog telni, hogy tényleg el is fogadjalak téged. Jó, anyukát meggyőztétek. De Refika asszonnyal mi lesz? Mi lenne vele? Elmondjuk neki is, ahogy Hasibe néninek is elmondtuk. Majd elfogadja és kész. Észmet, Fátma nem így értette. A házasságunk még anyámat is sokkolta. Refika asszonnyal mi lesz? Magas a vérnyomással. Lehet, hogy meg is ölnénk vele. Ne mondj ilyet. Isten őriz. Jól van. Jól van. Majd megoldom, majd én elmondom mindenkinek. Nézd csak, szerinted ez milyen? Ehelyett a ruha helyett a nyakadba is akaszthatnál egy táblát, hogy nincs ízlésem. Hát ez mi? Én is ezt kérdezem. Csak tesztelni akartalak téged. Jól van. Bravo. Ó, Iliász úr. Hogy érzi ma magát? Remélem, minden rendben van. Minden rendben van. Köszönöm, apuka. De most, hogy mondod, jól esne egy kávé. Szólnál Birgülnek, hogy hozzon nekünk egy kávét? Hogy? Te most viccelsz vele? Iliász, te mégis hol voltál ma? Nem voltál az irodában? De, ott voltam, apuka.
Csak nem találkoztunk. Na persze, bejöttél a fizetésedért. Na ide figyelj, holnap elmégy a Kizilcsukuri gazdaságba, világos? Éppen aratás van. Holnap nem mehet el, drágám, egy fontos dolgot kell elintéznünk. Mi a fene? Milyen fontos dolgod lehet neked Iliásszal? Holnap elmegyünk egy kis stylingra. Hogy mire? Styling, drágám. Elmegyünk, felpróbálok néhány ruhát, és Iliász megmondja, hogy jók-e vagy nem jók. Ennyi az egész. Miért? És ez az a fontos dolog. Jaj, Jamal, ne becsüld alá a stylingot, kérlek. Jól van, elmegyek. Ő nem kell. Ez nem ért a stylinghoz. Jaj, drágám, vannak már ilyen élményeim veled, és nem volt túl jó. Te ne gyere velem inkább. Jamal! Na, ehhez mit szólsz? Szuper, szuper. Drágám, ez milyen? Nagyon jó, Sophia. Jól áll neked a kék. Szuper. Menjünk. Késtél a szállítással, ezért megromlott az árum. Kitéríti meg. Jó, ezt mondom. Jamal, ez milyen? És még... És még van kedved viccelni, he? Jamal, ez milyen, drágám? Ez tényleg csinos, szuper. Vedd meg különböző színekben, és menjünk. Miről beszélsz? Rám néznél végre? Sophia, ez meg mi? Mit vettél fel? Egy öltöny van rajtam. És te azt mondtad, szuper, anélkül, hogy ide figyeltél volna. Tényleg? Hát biztos tetszett. Elnézést, ha egy kicsit elkalandoztam. Amúgy meg vedd meg mindet. Na jó, ebből elég volt, ezt ne csináld. Tudod, milyen megalázó érzés az, hogy ennyire nem figyelsz rám, hogy férfi ruhát húzok és meg se látod? De ez az én hibám, mert én hoztalak magammal. Jól van, ne duzzog már! Akkor ezt vedd meg nekem! De ez olyan unalmas dolog. Jól van, drágám. Te unatkozol, te Iliász nem unatkozik. A vőnki elkísér engem vásárolni, ennyi az egész. Örömmel, Sophia, amikor csak akarod, elmegyek. Pontosan. Megyek, megnézem a vacsorát. Jaj, de bolond. Iliász? Mégis mi történt veled? Amikor először láttalak, egy tisztességes, büszke kis fiú voltál, aki bosszút akar állni. Nincs értelme bosszút állni. Megbocsátottam. Most már a vejed vagyok. Apámként tekintek rád. Hát ez tévedés, mert én nem vagyok az apád. Miért nem akarsz bosszút állni az apádért úgy, ahogy régen? Vagy meg akarsz bezegíteni? Szerintem te pontosan ezt akarod. Biztos vagyok benne. Ugye ezt akarod? Folyad a nevetést, te szemét! Mert megfolytalak. Az ég szerelmére mi az? Földrengés van! Nem, apa, Ismetnek ráng a lába. Ismet, mi a baj? Miért rángatózol? Annak ráng a lába, aki ideges szokott lenni. Nem. Nincs semmi baj. Csak úgy mozog. Én nem vagyok ideges. Már itt is a leves. Nem várunk magától ma sem túl fantáziadús fogást. Esküvői leves. Esküvői leves. Rég nem ettünk már, hogy jutott eszébe? Ez illik legjobban a mai nap fontos eseményéhez, Fazil úr. Ezt hogy érted, Tassibe? Milyen fontos eseményhez illik ez? Esküvő volt? Azt még nem tudhatjuk. Lehet, hogy temetés lesz. Ne mondj ilyet! Igen, igen, ilyesmiről van szó. Az van, hogy a mai napon Ismet és Pembe, hát, összeházasodtak. Mi? Micsoda?
Hát remek. Bravo, Hasiba néni, pont így kellett közölnie. Ismét? Ez igaz? Igen, az. Elvettem Pembét. Jaj, mi történik már ebben a családban, Istenem? Miért vesz minket ennyi? Nyugalom. Nem kell elkeseredni. Nézd, ha úgy veszük, van ennek jó oldala is. Ez hihetetlen, de a két lányom két fiathoz ment hozzá. Pembe, hogy voltál képes erre? Muszáj volt megtennünk, különben sosem adtátok volna ránk az áldásotokat. Még 40 nap sem telt el. Milyen házasság? Nincs benned semmi tisztelet, ha? Apa, ne csinálj! Engedjétek! Ölje meg! Ne védjétek! Ismét mégis, hogy tettél ilyet? Nem foghatom fel! Anyuka, kérem, ne kiabáljon! Gondoljon a vérnyomására! Én szeretem Pembét. Ő is szeret engem. Nem vettem volna el Gürizárt, ha nem állt volna közénk ennyi akadály. Szégyen! Anyuka! Anya! Allah, miért büntetsz engem? Milyen bűnt követtem el, hogy ilyen gyerekekkel vertél meg engem? Persze. Én vagyok nektek az Isten csapása. Engem megkérdeztetek valaha, hogy mit akarok? Felnőtt ember vagyok. Engedélyt kellett volna kérnem. Isten szerelmére, apa, ne csináld ezt, kérlek. Most már elég. Te is hallgass. Apa, higgadj le. Hallgassuk már végig. Mit hallgassunk végig? Mit tud mondani? Ez egy botrány. Ezt egyedül tetted, nem kérdeztél meg minket. Hát akkor most jegyezzétek meg! A mai naptól nekem nincsen többé Ismét nevű fiam. Ha te a hátunk mögött kérdés nélkül tetted ezt, akkor nem is kellünk. Szedd a sátorfádat, te is mehetsz, indulj! Anya, ne csináld már ezt, nem zavarhatod el. De igen! Hagyd csak, testvérem, nem kell védened. Nem maradok ott, ahol nem kellek. Mehetsz, indulj! Ismét, drágám! Ismét! Nyugodjon meg, asszonyom! Gyere, Pembe! Menjünk. A viszontlátásra! Ne, Pembe! Ismét! Pembe! Ja. Ismét! Jaj, nagyon gyere. Szép! Gyere. Anyuka, jaj! Végül hozd a gyógyszerét! Anyuka, én szóltam! Köszönöm! Ismét! Ismét! Pembe, kicsim, várj már egy kicsit! Ismét, állj meg és figyelj ide! Figyelj! Öcsi! Nézd! Apa és anya most mérgesek rád, de megbékítjük őket. Nem kell elmennetek. Nem, testvérem. Hallottad, mit mondtak. Kitagadtak engem. Csak én vagyok itt a fekete bárány. Ismét! Engedély nélkül házasodtatok össze. Meg lehet érteni őket. Miért? Ti kértetek engedélyt? Ja, Mavi, miért nem érted? Két választásunk volt. Megtesszük, vagy belehalunk. Mavi, igazuk van. A szerelem utat talál. Igen, ahogy mondod. Most is ez történt, nem igaz? De nézd... A mi házasságunkat is ellenezték, aztán lassan elfogadták. Hagyjátok, hogy megnyugodjanak, átgondolják, aztán gyertek vissza. És mégis hol fogtok lakni? Először a hegyi házban. Ha onnan is kitesznek, akkor bérelni fogunk valamit. Menjünk. Thank you.
Istenem, végem van. A sírba visz engem ez a gyerek. Végem! Köszönöm szépen. Anyuka, igyon egy kis vizet, és most már próbáljon megnyugodni. Ami történt, megtörtént, már nincs mit tenni. Én mindenhogy próbáltam megakadályozni a két idiótát, de akkor is összeházasodtak. Most már semmi mást nem tudunk tenni. El kell fogadnunk, hogy így történt. Nem! Te elfogadhatod, de én soha! Én soha nem fogok ebbe beleegyezni. Végeztem! Nem! Hát én sem fogok. Mi ez? Minden nap esküvő van? Megvan annak a rendje? Most mi jön? Jamal elválik, és elveszi Fatmát? Mi? Apuka, miért mond ilyet? És miért mond Fatmát? Biztos vannak még más nők, apuka. Apa, az Isten szerelmére, miket mondasz? Fatma olyan nekem, mint a testvérem. Gyerekeim, azt se tudom, mit beszélek mérgemben. Miért kell ezen fennakadni? Apa, figyelj rám. Pembe és Ismet hibát követtek el rendben, de mégiscsak felnőtt emberek. Muszáj volt elzavarni őket? Igen, igazad van. Ők már felnőtt emberek, úgyhogy el is tudják tartani magukat egyedül. Ide nem léphetnek be, amíg élek. Megmondtam, megmondtam. Igen. Jamal Junior, miért csinálod ezt velem, kicsim? Állandóan mosdóba kell mennem miattad. Jó, nem fogok felérni. Bemegyek a Aliékhoz. Ugye most vagy itt a hegyi házban először. Mit szól, ez mennyire szép? Nagyon szép, kicsim. Még kerted is van, igazán otthonos. Boldogan élhettek itt most már hátralevő életetekben. Míg meg nem haltok. Amíg meg nem halunk? Jó, hát mérges voltam. Egy kicsit túloztam, mert meg voltam sértődve. Anya és apa kőszíve, majd csak meglágyul egyszer. Persze, drágám, biztos elég lesz egy hét. Addigra elszáll a haragjuk, és akkor majd hazamehetünk. Á, ti bolondok! Dehogy jöhettek! Na, figyeljetek! Ahhoz, hogy visszajöhessetek, Refikában és Fazilban fel kell ébreszteni a szülői szeretetet. Például, nézzük, hogyha belépnénk ide, és meglátnának titeket. Mit szólnának? Na, szerinted? Nem tudom. Na, hát azt mondanák, hogy a fiúnak jó itt. Akkor éljen csak itt tovább, hát nem? Viszont, ha azt látnák, hogy itt nyomorogtok, akkor vajon hogyan reagálnának? Na, vajon hogyan? Szerinted? Na, szerinted hogyan? Szerinted? Visszaengednének. Na, végre. Felfogtad. Na és akkor mostantól, hogy ezt tisztáztuk, azt csináljátok, amit mondok. Megértettétek? He? Jól van. Kell keresnünk nektek egy másik lakóhelyet. Olyat, ahol még a kutya sem lakna. Kitaláltam, gyerekeim! Én most nem rád gondoltam. Te még nem vagy családtag. Én még mindig nem emésztettem meg, hogy te vetted el a lányomat. Jegyezd meg, Ismet Görecski. Gyertek, menjünk gyorsan, menjünk! Gyorsan, gyorsan! Oh. Mi ez, bevásárlólista? Minden éjjel rólad álmodom, drágám.
Szerencsés férfi vagyok. De édes. Milyen romantikus férj, komolyan. Ilyeneket ír a feleségének. Szerencsés lány ez a Mavi. Ali olyan figyelmes, olyan romantikus és kedves. Nem olyan, mint Jamal, aki vadállat. Mindegy, maradjanak így. Örökké boldogok. Isten hozott az új otthonotok. Micsoda? Itt van egy tehén. Te meg egy ökör vagy. Na és? Pont ide illesz. Jól lesztek itt együtt. És amúgy ő nem tehén. Ő Zilli. Üdvözöld. Mi, anya, hogy lakjunk egy istállóban? Igen. Itt fogtok aludni. Lesz néhány nehéz éjszakátok. Amíg görecskiék, rá nem jönnek, hogy milyen nagy szegénységben tengődtök. Mi lesz, ha nem jönnek rá? De rájönnek. Test közelből mutatjuk majd meg nekik, hogy hol éltek szegénykéim. És mégis hogyan? Hát, kislányom, ha kell, az utcán fogtok koldulni. Turkáltok a kukákban, azt fogjátok enni, amit ott találtok, és hasonlók. Az kizárt, ilyet én nem csinálok. Biztos vagy benne? Rendben, akkor legyen így. Jó, éljetek itt. Boldog életet nektek az istállóban. Várj, anya, ne menj el. Akkor most aludjunk itt a szalmában. Egyet értek veled? Ha két ember szereti egymást, a többi nem számít. Legyen szép a nászutatok, kedveseim. Legyen szép! Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakú Júlia, Martin Márta, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Kertész Péter, Pap Katalin, Karácsonyi Zoltán, Szabó Andor, Kelemen Kata, Szabó Zsejke, Kobela Kira, Vámos Mónika, Riegler Renáta, Pásztor Tibor, Gubányi György István, Borbicki Ferenc, Halász Aranka, Rostás Ábel. Magyar szöveg Nagy Lilla. Szerkesztő Németi Bicó Katalin. Hangmérnök és vágó Nikodém Norbert. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannónia Szinkron Kft. Készítette. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz bir...